A sima együttemű A-osztályú végfoknál még nem mutattam, de itt ugye a kollektor körbe, mint mondtam, lehetett ugye ellenállás, lehetett kimenő transformátor, ugye? Ezeket eddig láttuk. Lehetett a primitív esetekben hangszóró. Ez mind-mind ide be lehet rakni, de lehet oda mást is rakni ám. Lehet oda rakni tranzisztort. Például a John Leslie Hood könyvében megjelent A-osztályú végfokozatban a munka ellenállás az bizony egy tranzisztor. Tehát tranzisztort is használhatunk ilyen áramgenerátor módban munka ellenállásnak, és ugyanúgy a kimenetet ott is kondenzátoros kicsatolással alkalmazzák, és küldik a hangszóróra a jelet. Ott a munkaellenállás, mondom, ott egy tranzisztor. És általában ugyanolyan tranzisztor, mint amivel hajtjuk. Tehát ez is lehet még ott egyébként azon a pozíción. És amit én még meg fogom mutatni nektek, és mondom, itt lesz egy-két kísérlet a végén, én bizony oda izzót is fogok rakni. Tehát fogunk építeni egy lámpás erősítőt, szó szerint lámpásat, egy izzó lesz a munka ellenállása ennek a egyfokozatú, együttemű, nem is egyfokozatú lesz annyira, szóval az együttemű A-osztályú kis próba végfokomnak izzó lesz a munka ellenállása. Egyébként végig fogjuk próbálni mindet, ellenállást is, kimenő transformátort is tekerek majd ezért poénból egyet, izzót is fogunk oda rakni, hangszórót is lehet, hogy csak úgy vicces díjból oda fogom kötni, hogy meglássuk, hogy kinyomja a hangszórót, is folyik rajta az áram, és értelmetlenül. Viszont még mindig ott vagyunk, hogy egy tranzisztorral nincsen túl nagy erősítésünk. Mit tanultunk még? Mivel lehet erősítést növelni? Bétát növelni? Darlingtonba fogom kötni. És persze oda fölmegyünk. Akár ide is köthetem. Kipróbáljuk mind a két verziót, hogy a kollektor köre valódi Darlington kapcsolásban innen kapja-e, vagy akár fentről, a bemenete becsatoló kondenzátoros lesz, és ide egy ellenállással fogok bázis áramot biztosítani, ez az ellenállás, majd megmutatom, hogy mi lesz először, csak hogy megszólaljon. Tehát egy ilyen kapcsolást fogok összehozni, ez lesz az igazi lámpás erősítő. Ez lesz a lámpás erősítő, gyerekek, és meg fogjuk szólaltatni vele a hangszórót, és megnézzük, hogy milyen jel jön ki belőle. A mi kis A-osztályú erősítőnkhöz készülnek a munka ellenállások, ez a szó szerint munka ellenállás, ez egy 100 wattos 4 ohmos ilyen kocka, az izzónk, ugye lámpás erősítő lesz, az lesz a bemeneti forrás, az a régi MP3-as USB lejátszó. A Darlingtonos Darlington kapcsolás lesz itt, aki majd azt ott megvalósítja. Mindjárt egy kicsatoló kondenzátort is kell szereznek, de előbb meg kell random tekerjek egy transformátort, ez egy ilyen, azt hiszem, hogy 80 volt amper körüli, már nem is néztem, hogy mekkora, a vasmag keresztmetszet. Ez egy amerikai, azt hiszem valami Ital automatának volt a leégetett trafója, lehet is látni benne a kokszot. Ez egy szép ilyen leburkolható, árnyékolható, hát már 220 voltra készült, de amúgy amcsi, tudom is én milyen automatának a trafója volt, és ez ugye egybe van szépen ugyanúgy hegesze, mint a mikrotrafók. Nem ír semmi okosságot. A lényeg az, hogy egy oldalról lemezelt, tehát nekünk nagyon jó lesz együttemű erősítő kimenő transformátornak, úgyhogy most totál random tekerek egy ilyen hirtelen összedobott kartonpapírból összedobott csévetestre egy szál 1-es húzallal és két 0,7-essel, egy teljesen egymásra párhuzamosan, most nem érdekel minket a menetkapacitás, nem lesz soronként osztva semmi, random, trafó, párhuzamosan három tekercs, egyik lesz majd a primer, a másik kettő a szekunder, megnézzük, hogy
mit tud az együteműben egy tranzisztor, egy kimenő transformátor segítségével, ugye ilyen teljesen sacra hasraütött transformátorra kicsatolva. Totál random, 89 menetes tekercs. Tehát ugye a primer akkor innentől ez a vastag az 89 menet, a szekunder meg a kétszerese, majd egy a kettőhöz transformálunk vele. Nézzük meg, hogy amikor arra ott a 12 voltra rákötöm, beállítom, hát fele áramra, de akkor se a feszültség lesz a fele rajta, de hogyha azt mondom, hogy 6 voltot rá tud kapcsolgatni a primerre, akkor már amúgy a 12 lesz, az a 6 ohmos hangszórónkon azért már fog tudni valamit. Na, be is vasalom gyorsan, aztán megnézzük, hogy milyen. Együttemű kimenő trafónál mindig kell légrés, amit ez a papír biztosít, ez egy 3M-es, nem tesa, de 3M-es maszkolószalag, ez mindig itt lesz ugye közte, ha majd ezt ráhúzatom, akkor is ott lesz közte, és az légrésnek számít, a lényeg az, hogy ne záródjon a vasmag, mert a folyamatos egyenáram, ami ugye rajta lesz a trafón, nyugalomban, az felmágnesezni a transformátort, és az nekünk nem lesz jó a hangnak. Összehúzatva, csavarjai megfogva, megtekerve, megszorítva, kész a kis kimenőnk. Igen, csak puritán tényleg, tehát ez mondom, hegesztve volt úgy, mint a mikrotrafók. A vaslemezei azok, hát azok elég vékonyak, lehet, azok 0,35-ösek, mint egy normális kimenőjé. Szóval most összedobtam egy random kimenőt, és ezt mindjárt bekötöm. Itt van az összes be és ki. Hát a színesek a kezdetek egyértelműen, a másik végét kell csak megkeresni. Szépen mindjárt kivezetékelem, és lesz egy próba kimenő trafónk, és meghallgatjuk a hangját. Nos, 3,5 cm szer 3 cm-es a vasmag keresztmetszet, az 10,5 négyzetcenti. 50 Hz-es trafónak, tehát hálózati trafónak 1 tesla gerjesztéssel olyan 4 menet per voltra jönne ki a voltonkénti menet száma. Nos, ha 25 Hz-re akarnánk ugyanúgy 1 teslával, akkor 8. Na most ezen 89 menet van, úgyhogy egyből lehet rá kapcsolni, akár 25 Hz-et is. Most én az 50 Hz-et fogom beerőltetni belé, mert onnan egy olyan 8 voltnyi feszültségem jön. Váltóba 7,9, ide rákötjük. 7,4-re esik, persze terheli. És itt a kimenetén, a szekunderén, a közös pontba ugye két fél tekercsből áll a szekunder, ugye 7,4, ugyanannyit áttransformált, tökéletes, és 14,9 lesz a vége. Nos, ezt most szépen kivezetékelem, és elkezdjük beüzemelni az A-osztály erősítőnket. A megváltoztatott rajz, ugyanis itt a Darlingtonunk lesz, ez a két tranzisztor van ugye Darlingtonba kötve, így is lehet a Darlingtont jelölni, hogy a dupla kollektort jelöljük egy egyszerű tranzisztornak a jelölése helyett. Nos, a izzó lámpa helyett lesz ugye ellenállás, ugyancsak izzó, kimenő transformátor, és mielőtt még neki kezdenék, megmutatom, hogy mi van, amikor gyilkoljuk a hangszórót, és szegény áldozatunk a Logitech lesz. Most őt fogom egy az egybe ugye a kollektor körbe bekötni, mint ahogy mondtam nektek, hogy úgy ne csináljatok erősítőt. Bemeneti elforrásunk majd ez a régi MP3 lejátszós pendrive lesz, ez egy másfél voltos kis 3A-s ceruza elemről üzemel, tehát ennyi a kimenő jele is, nem több, mint szerintem, mivel nem hidalt, ilyen 0,7 voltot jó, ha tud, ha még jó állapotú az elem. Ezek azt hiszem, hogy ilyen még ilyen 80%-os elemek. Akkumulátorról fogunk üzemelni. A tranzisztorunknak, végtranzisztorunknak az emitterét azt ugye kihoztam egy ilyen sarus kábelre, azt simán rá is kötöm egy az egyből az akkumulátor negatív pólusára. És ugye a kollektor köre, ezek el vannak szigetelve, kollektor köre az a hűtőborda és a akkumulátor pozitív pólusa között lesz, ugye? Nos, ha egy az egybe bekötöm, ja még amit ide kell kössek, az ezeknek a kollektorát is föl kell kössem pluszra, tehát azokat nyugodtan itt meg is adhatom neki. Ja. És a hangszóró negatívja ugye megy a kollektorra. Most még nem történik semmi, nem folyik áram a végtranzisztorunkon, ugye még nincs, ami nyissa. Nincs itt semmi, ami felhúzná a tranzisztor, az első tranzisztor bázisát, hogy egyáltalán kinyíljon a tranzisztor, és elkezdjen folyni az áram a hangszórón. De ha én hozzáérek, már a brummommal tudom vezérelni, de ez ugye még egy B-osztályú erősítőnek felelne meg maximum.
mert a Brummommal nyitogatom eleve meg, nincs még nyitva a tranzisztorunk, ha viszont a plusz felé vagy akár a kollektor körre rátapizok, már lehet látni, hogy nyomja ki fel a hangszórót. Na ezt ne csináljátok, mert mindjárt adok neki amúgy bemerő jelet, és ott fog megszólalni, ahol a hangszóró kijön. Na most ez az állandó áram, ami a hangszórón átfolyik, ilyenkor és kinyomja, nagyon nem tesz neki jót, de most én rákötöm a kis pendrive-omat, itt van nekünk annak a hangszóró kimenete, ide rá mentem a kondira, már nem lehet beregtetni kézzel, bekapcsolom, most play. Ugye még nem szól a hangszóró, el kell kezdeni nyitni. Nézzétek, ezzel fogom meg itt. És ott szólal meg, amikor kinyomja a hangszórót, na akkor kezd el folyni áram a hangszóró. Ezt a Behr-Behr teszt ugye ennyit tud neki adni, másfél voltot, az az, hogy 0,7-et. Az ennyire elég, hogy a hangszórót itt éppen csak recsegtesse. De elkezdem kinyitni a tranzisztort, most dolgozott A-osztályba, hangszórót ki is nyomta. Ez nagyon nem tesz jót a hangszórónak. Állandó áram folyik rajta, plusz a tranzisztorunkon is. Ezt nem tudom nyitni, csak az első tranyát. Tehát ugye akkor kezdett el folyni áram, ha én nyitottam a kezemmel. Én vagyok a felhúzó ellenállás. Ez egy hangszóró gyilkos megoldás. De szól! Valóban szól. Nos, ez lenne akkor, amikor simán egy hangszórót rakunk a kollektor körbe. A hangszórót mindenképpen le kell választani az egyenfeszültségről, azaz, hogy rá nem mehet egyenfeszültség, innentől kezdve jön a kicsatoló kondenzátor, ez egy 4700 mikros 35 voltos kondi. A minusszal kifele, mert az van a hangszóró felül és a hangszóró, mivel a testen van, ezért vele így kell szépen sorba kötni. Jó, kicsatoló kondink megvan, ő megy a kimenetre, ami megint csak a tranzisztornak a kollektora lesz, és akkor adjunk az 4 ohmos ellenálláson keresztül pozitív tápfeszültséget. Csak pukkantunk egyet, nyugi, innentől kezdve nem folyik áram, mert hogy csak a hangszóró feltöltötte a kondenzátort, és így most már az ellenállás lesz a munka ellenállásunk. Nézzük meg, hogy most, ha elkezdem nyitni, mi történik. Hangszóró ugyancsak szól, nagy hangerő nincs. Ez a másfél volt ez, vagy 0,7 volt, ez nem sok. De a hangszorút nem nyomja ki, már jobbak vagyunk. Jó hang. Sok alkab egyértelmű, ezen már sajnos nem tudok hangerőt növelni. Ő csak ennyit tud neki adni. De mivel most már nem gyilkoljuk a hangszórót, lehet, hogy majd elkezdek mást is alkalmazni, itt még annyira nem folyik áram, vagy megtehetem azt is, hogy nagyobb feszültségre kapcsolunk, legyen 24 volt a betápotva, még egy akkumulátorom. 24 voltra váltottam, nézzük, mit művel. Hangosabb nem lett. Ugyanúgy csak akkor szól, hogyha tőlem kap egy nyitó feszültséget. Nézzük meg ilyenkor mekkora feszültség van egyáltalán kollektorán. Itt a kollektorunk, mindjárt rá is. Állok és nézzük, ott most a 24 van. Na most ez fog lejjebb menni, ugye amikor megszólal. Na itt csináltam egy közel fél tápot, hogy csak a 12 voltra húztam föl magamon keresztül. Valószínűleg most torzít a legkevesebbet. Adni kéne ennek egy kicsit nagyobb jelet. És még hozzá az erősítőbe fogom közé kötni. Jelszint erősítésnek bekötöttem a kis felső erősítőmet.
magasabb jelszintünk lesz, de nem arról szól a hangszóró, tehát most itt a vége, és itt az 1 kilomos ellenállás, amin keresztül jön, és hogyha én most ide szépen közé rakom, azaz, hogy itt a hangszóró plusza, ez nem szól. Csak valami bazi-bazi halkan. Itt szólna, ilyen hangerővel. Tehát ekkora jelünk van. Ekkora jelünk van, ezt fogom a bemenetére bejuttatni. Ez jön vissza a kondéra. Jó, és akkor itt jön ugye 1 kilomon keresztül a bemenő jelem. Mi ez a zöld? Ja, a test, az most nem is kell. Szépen eltüntetjük. Most szépen csak megadjuk neki. Ugye még nem tud csak recsenni, ez a B-osztályú erősítő, vagy nem is most C-osztályú. És elkezdem én elő feszíteni a bemenetet. Ennyi sok is neki. És akkor torzít a legkevesebbet, hogyha kollektor körről kapja, a kimenetről kapja az előfeszítést. Tehát van visszacsatolás. De most, hogy ez milyen teljesítmény? Ez max 1-2 watt. Nem több. Jó, persze, ha a GBR-re rákötném, teszem azt, ami ott van lent, vagy akár a Sound King-ekre, akkor persze, hogy az nagyon nagy hangerőt képvisel. Itt van a GBL-nek a vég, azt is bekötettem, nem csak a Logitech-et, és akkor szépen mindjárt megszól a mögöttünk, és lesz mély. Lesz mély. Ott vége. Kicsit torz is. És már nem is szól. Ez most ellenállással. Hát most ellenállással. Munkaellenállásunk szó szerint. Ha én ezt folyamatosan így hagynám, ott azt, hogy 11 volt van rajta, a 24-ből, ugye most az 4 ohmnál folyik az áram. Kicsit torz, amilyen. Akkor a legjobb, hogyha innen kapja. Na, köpjön vissza a Logitech-re. Nem a GBL-en játszunk, hanem a Logitech-kel. Új erősítő. Ennyit tud egy sima együttemű ellenállással. Menjünk tovább, nézzük meg, milyen a lámpás erősítő. Ellenállás helyett az izzó van bent, nézzük meg, ha azt kinyitom. Nem is innen fogom nyitni. Nem nagyon izzik, ott most kezd el. Nem a legideálisabb neki. Egy munkaellenállás, ez az izzó. Hát vacakabb a hangja. Nézzünk kisebb izzót. Ugye nem mindegy az izzó hideg ellenállása. Nézzük meg, mit csinálja, innen nyitom. Aha. Ez egy 15 wattos izzó, amaz egy 35-ös volt. 12 voltos izzó. Hát, féltárba beállítottuk. Hát nagyon ratyi hangja van, de legalább lámpás. Ott lehet látni, hogy a karakterisztikának melyik vonalában vagyunk, hogy még nem is féltápnál van a legjobb.
Legjobb hangja olyan 6 volt környékén van, vagy 4. Ennyi van a tranzisztorom. Torz. Még torzabb. Nem is. Torz. Nagyon torz. Eddig az ellenállásos volt a legjobb. Ugyanakkor csak a hangszóró volt, az gyilkolta volna a hangszórót. Hát az izzó sajnos a lámpás erősítő, ez így nem pont úgy lámpás erősítő. De lámpás erősítő. Mi a munkaellenállás? Mély abszolút nincs. És itt a lényeg, amihez még kicsatoló kondenzátor se kell, mert van helyette kimenő trafónk. A primert a nagy áramút azt piros vezetékekkel vezettem ki. Ő ugye jön a 24 voltunkról rá sorba a kollektorra, és a bemenőjel ugyanaz lesz, és a szekunderre egy az egyben megy a hangszóró. Nézzük, mit csinál! Nyissuk ki! Milyen áram folyhat itt a tranzisztoron, gyerekek. Tök jó magasra van ahhoz képest. Lehet, ennek van eddig a legnagyobb hangja. Mélyben is aránylag jó. Nézem, hogy honnan érdemes előfeszíteni a tápfeszről, vagy a kimenetről, de tök egyforma. Nézzük meg a GBL-en gyorsan, mi a bajja, de tök jó hallatszik a trafón. Na nézzük! Ezek 1-2 wattok továbbra is. Ennyit tudhat. Valószínűleg 12 voltról egy kicsivel kevesebbet tud. Meg tudjuk nézni. Azt akkor ide tesszük át. Nézzük. Hát elég gyenge. Hát ez nagyon karcsú. 24-re jobb volt. Ez olyan, mint a WC kefe. Papír jobb volt. 24-re tök erős. Szóval aztán erősítő. Legjobb az ellenállással volt, kicsatoló kondival, vagy a kimenő trafóval. És tök jó magasra van ahhoz képest, hogy egy random huligánul tekert trafó. Jó mélye van. Nem mondom, hogy torzításmentes magasai. De átjön rajta. Ott azért már tolt rendesen. Osztályokról, ennyit már a tranzisztorosról, haladjunk tovább ezekkel az erősítőkkel.
B-osztályú végfokozat, BD 241 és 242-vel, emitterek összekötve, bázisok közt két dióda, és mindkét irányba egy-egy 10 kilómos. A rajza jelenleg még most így néz ki. Idáig kötöttem be. Tehát a felső a 241, ugye az MPN, és a lenti a PMP, a 240, nem is értem oda. BD 242, a PMP tranzisztorunk. Simán így összekötöttem, idáig ez a teljesítmény fokozat. Ez elé kell most nekünk majd egy meghajtás, de nézzük idáig, hogy áll ez be. Most ha itt a feszültséget rákapcsolom, műszer bekötve, és most itt az izzón keresztül indítom, ha akarom. Izzón ott van a 12,7 volt, ha azt rákötöm, egy icipicit pukkan a hangszorót, persze, mert a kondenzátort betölti, méghozzá hova. Itt van a 12,6, és a kimeneten 6,1. Be van állva, hát ott az a 1 volt eltolással, de be van állva szépen féltápra a kimenet, gyerekek, és hát itt még hiába tapizom a bemenetet, nekünk ide egy jóval nagyobb jelre van szükségünk, amit ez a kis BD 139 fog majd ilyen együttemőbe előállítani, úgyhogy rakom is elé azt a fokozatot. Hogy a meghajtást megértsétek, ugye idáig építettük eddig föl, itt átfolyik az ellenállásokon, két 10 kilómon jelenleg, két 10 kilómon és a két diódán keresztül a bázisok felé is folyó áram. Ez itt ugye egy feszültségosztót alkot, ezen esik valamekkora feszültség, a két diódán esik ilyen 1,2 volt körüli feszültség, tehát idáig, és akkor az alsó tag ellenállásán, meg a felső tag ellenállásán is a maradék. Most attól függ, hogy mekkora feszültséget kapcsolunk rá, ez majd ott egységesen megoszlik, és a kimeneten jobb esetben ugye beáll a féltáp, mint az előbb látható volt. Na most nekünk ezt a feszültségosztót, ezt kell jól megrángassuk, mert ha elkezdjük például ezt a pontot emelni, akkor ezen az ellenálláson egyre kisebb feszültség esik, mert nem arra folyik majd az áram. Ha emeljük, akkor ezzel az 1,2-es eltolással a két bázis közti feszültséget megtartva tudjuk mozgatni a közös bázis feszültségüket, és ugye amerre emeljük, vagy csökkentjük a bázis feszültségeket, az emitter azt fogja követni, tehát a kimeneten az a feszültség lesz áram erősítve, amit a diódás tagon mozog, tehát ha ezeket a tagokat mozgatjuk, akkor a kimenet is mozog, itt nem kell akkor áram a mozgatásához, mint amit ő majd a kimeneten képes lesz a hangszóró felé kijuttatni, úgyhogy ezért kell nekünk elé ugye valamilyen fokozat, ami ezt a feszültség változtatgatást képes számunkra biztosítani. Na most emlékeztek még a földelt emitteres alapkapcsolásra, amikor volt a kis tranzisztorunk, a tranzisztorunknak volt egy bázisosztója, ugye itt egy kisebb ellenállás volt, itt egy nagyobb ellenállás, ez, hogy honnan kapja a feszültséget, ez még kérdés, valószínűleg ha akarok bele egy kis negatív visszacsatolást, akkor nem egyből a tápról fogja kapni, hanem akár kaphatja már erről a ellenállásról is, mert ez egy ellenállás, olyan ellenállás lesz, ami majd mozog, amin mozog a feszültség, szóval van nekünk itt egy földelt emitteres alapkapcsolásunk, és ennek is volt egy munka ellenállása. Már most láthatjátok, hogyha akarnám, én itt most ezt kicsatolhatnám egy kondenzátorral, és egy az egybe bekötetném ide valahova, csak hát még egy kondenzátort bevinni a körbe nincs értelme, ez egy full DC csatolt erősítőnek is nyugodtan elmegy, egy becsatoló persze majd fog kelleni. Tehát ide nem kell közé, lehetne ide csatolni egy kondenzátorral, és az szépen a változásokat áthozná, de láthattok benne valami közöset. Itt is van egy ellenállás, meg itt is van egy ellenállás. Hát valamelyiket vegyük már ki, mert hogyha ez ide lenne egy az egybe kötve, akkor nincs szükség valamelyikre, hanem fogjuk magunkat, itt nem csatolunk kondenzátorral, ezt az ellenállást itt elfelejtjük, és simán becsatolunk ide alulra. Miért csatolunk be ide alulra? Akkor ez az ellenállás se fog kelleni, ugyanis ha én ezt az ellenállást kihelyettesítem ezzel a tranzisztorral, meg az ő kis emitter ellenállásával,
akkor én itt tudom ugye változtatni, hogy mekkora feszültség esik a tranzisztoron, essen a tranzisztoron, és ezáltal tudom a teljes kör áramát is szabályozni, és azt, hogy ezen az ellenálláson mekkora feszültség legyen. Tehát itt innentől kezdve ennek a tranzisztornak a kollektor ellenállása, ez a két dióda, meg ez az ellenállás lesz. Ez a közös tag lesz a kollektor ellenállása, tehát ahogy a feszültséget itt változtatom rajta, az itt föl-le fog menni. Most innentől kezdve a két tranzisztort ezzel az egyszál tranzisztorral tudom vezérelni, hogy az ő közös pontjuk hol mozogjon. Mert ha ugye kinyitom a tranzisztort, akár teljesen kinyitom, akkor ez itt a két pont jó ezzel az ellenállással sorba, de rövidre záródik, teljesen lent lesz ez a feszültség, ami ezen a két bázison van lent lesz, ezen az ellenálláson fog leesni ez a feszültség, ugyanis folyik majd az áram, ezen nő a feszültség, és lemehet akár közel nulláig, viszont ha elengedem ezt a tranzisztort, lezárom, akkor meg ez az ellenállás, ezt a dupla pontot, ezt a kettős pontot gyönyörűen felhúzza tápra. Tehát megvan a mozgása a bázisoknak, föl-le, és innentől kezdve a kimenet is tud föl-le mozogni, és a kondenzátoron keresztül a hangszóróba oda-vissza töltögetni, úgyhogy oda-vissza folyatni az áramot. Innentől kezdve ezt a tranzisztort kell csak megvezéreljük, és hogy honnan jön a bázis osztója, hát én úgy gondolom, hogy érdemes belerakni visszacsatolást, negatív visszacsatolás az arra jó, hogy csökkenti a torzításokat. Na most, hogyha ez egy olyan pontról kapja a távfeszültséget, aminek köze van a kimeneti jelváltozáshoz, akkor meg is valósult a negatív visszacsatolásunk, és mindjárt megnézzük, hogy mennyire jól. Ugyanis ha én a kimenetről osztom le ezt a feszültséget. Most nézzük meg, ha én növelem a bemenő jelet, akkor a kollektoron a feszültség csökken. Igaz? Mert hogy nyitjuk a tranzisztort, csökken a kollektor feszültség. Ha a kollektor feszültség csökken, ez az emitter követő követi, kimenő jel csökken. Magyarul növeltük a bemenő jelet, csökken az a távfeszültség, amiről a bázisosztó működik, tehát már visszacsökkenti a eredeti bázis feszültséget is, megvan a negatív visszacsatolásunk. Ha ez nem így működne, akkor pozitív visszacsatolás lenne belőle, és begerjedne az egész, csináltunk volna egy oszcillátort. Na most ezt a fokozatot, ha én elérakom, és ide mégse a BD-t fogom rakni, itt az ilyen nagyobb erősítésű kis tranzisztorral kéne dolgozni, ez ilyen 1-2-3 kilómos ellenállásig felmehetünk, ugye ennek is még a nagy BD-vel is 4,7 kilómos ellenállást raktam kollektor ellenállásnak, úgyhogy ide sem hinném, hogy diódástól kell sokkal nagyobb, vagy akár lehet kisebb is bőven elég, és a bázisosztót kell majd beállítsam úgy, hogy amikor itt a féltáp beáll, akkor ha lehet pont a kimenet féltápja hajtsa meg annyira a bázisosztót, hogy az ott úgy is maradjon. Nos, ide rakhatunk potmétereket, hogy változtathassuk ugye a feszültség szinteket. Például ennek a feszültségosztónak akár a felső tagja lehet egy potméter is. Innentől kezdve be tudjuk állítani, hogy mennyire van alapban nyitva ez a tranzisztor, be tudjuk állítani azt, hogy a kimeneti szint hol van. Tehát teszem azt, féltápon van-e. Na most, ha azt viszont beállítottuk, akkor megvan innentől kezdve a stabil kimeneti féltávfeszültségünk, és amit még érdemes álligatni, azt is lehetett volna látni, nem tudom, hogy mutattam-e, hogy a diódákon nem akkora feszültség esett, mint a bázis emittereken a tranzisztoroknál, ezért, hogyha túlnyitnának a diódák, akkor túl nagy áram folyik alapba, nyugalomba, ugye a végtranzisztorokon, érdemes azt megfogni. Na most azt pedig úgy lehet, hogy hát most itt megpróbálom úgy rajzolni, hogy ne rondítsak bele nagyon az áramkörömbe. Innen a diódáról, tehát a két diódáról párhuzamosan rakunk még egy potmétert. Ha ezt a potmétert ide bekötöm, akkor ugye én összép tudom húzni a diódáknak a rajtuk eső feszültségét, és innentől kezdve vissza tudom zárni a tranzisztorokat, nem folyik rajtuk akkora nyugalmi áram, viszont ha teljesen kitekerem a potit maximumra, akkor a diódákon alapban eső feszültség marad, tehát túl sok feszültség így se lesz a két bázis között, csak kisebb tud lenni, hogyha a potit leveszem. Mindjárt megpróbálom átrajzolni a rajzot így kompletten, hogy a végleges rajz legyen, és akkor azt összerakjuk szépen kis hűtőbordán, és megszólaltatjuk. És íme a végleges rajz a feltüntetett értékek már működőképes áramkörrel lettek beállítva.
ugye becsatoló kondenzátorunk, itt a bemenet felül egy 10 mikrofarádos elkóval csatolok be, itt a bázis osztója egy nagyon jó kis nagy erősítésű BC547-et kapott, ez 100 mA tud ez a kis tranzisztor, bőven elég nekünk ezen az ágon azt a 100 mA-t biztosítani. Nos, őneki a bázis osztója a kimenetről leosztva, ugye innentől kezdve ez itt, ja, bocsi, ez egy potméter. Tehát ez egy potméter, ugye ezzel a potméterrel én tudom állítani azt, hogy mennyire nyisson ez a BC547, azzal tudom beállítani az alapnyugalmi kimeneti szintet, amiben már beleszól ugye a visszacsatolás, hogy önmagából dolgozik. Teljesen mindegy, a kimenetről megy a feszültségosztó a bázisára, és az ő kollektor köre bővült a potméterrel, és a kis 2,2 kilós potival lehet összehúzni a két diódának a rajta eső feszültségét, hogy még közelebb legyenek a bázisok egymáshoz, ne nyissanak annyira ki alaphelyzetben a végtranzisztorok. A munka, fő-fő munka ellenállások, ugye ez a 2,7 kilómos ellenállás. Ugye úgy is lehet tekinteni, hogy ezeken keresztül, ha a diódák nem lennének itt, akkor a poti, meg ez a 2,7K-s ellenállás lenne a munka ellenállása ennek a tranzisztornak. De itt van még a két dióda, szerencsére ugye beállítani, hogy ez szinte állandó legyen ez a különbség a két bázis között. Nos, innentől kezdve itt fog változni alapban a bemeneti fokozat, meghajtó fokozat kimenőjele itt fog megjelenni, és így gyönyörűen meg tudjuk hajtani a két ellenütemben dolgozó komplementer tranzisztorpárunkat emitter követőbe, és ő felerősíti ezt a jelet áram terhelhetőségbe, és a kondenzátoronkon, a kicsatoló 4700 mikros kondenzátoronkon keresztül a hangszórót is képes lesz onnantól kezdve meghajtani, ide akár 24 voltot is lehet kapcsolni. Az akkumulátorokat sorba kötöttem, most egyenlőre a tápról is táplálom, mert lemerítettem itt a hülyéskedéssel, úgyhogy ezt az áramkört az emitterellenállásról nem beszéltem, 22 ohmos kis emitter munkapont beállító ellenállásunkra is szükség van, ugye? És ennek is kritikus az értéke, mert hogyha ezt változtatjuk, az egész elmászik, ráadásul az egésznek az erősítése is változhat. Ez már egy beállt érték, a 22 ohm. Nézzük meg, hogy hogy néz ki a kis ákomba-ákomba összepakolva. Nos, hát ilyen komoly ez az áramkör. Itt van ez a potméter, ez a nyugalmi árampotink, ez van párhuzamosan a két diódán, ami ott van alul, ugye? Azt már láttátok, becsatoló kondi, ott a tranzisztorunk, ott nem tudom mennyire látszik, az a kis fekete, ő a BC547, ez az a poti, ami az ő bázis osztójának a felső potméter, ez a 220 kilós, ott a 10K-s, ott a 22 ohmos egy az egybe a testre megy, ami itt van, a pozitív felül a munka ellenállásunk, fő-fő munka ellenállásunk, a 2,7K-s az ide érkezik a bázisra, és tehát ennyire egyszerű, hogy ilyen légszerelten fel lehet építeni, persze nem kell így építeni senkinek, meg lehet ezt akár nyáklapra is építeni, ha valaki akarja után építeni. Ez egy kis AB osztályú, azaz, hogy AB vagy B, A-ba is fel lehet tekerni egyébként, volt itt, hogy elkezdtem tekergetni, és igen nagy áramok indultak, még nyugalomban is volt, hogy 300 mA-t vett, hát fűtött rendesen szegény hűtőbord, ott már A osztályba ment volna. Szóval ez egy ilyen AB-B osztályú erősítőcske akart lenni, próbáljuk ki, hogy szól. Szóval ilyen egyszerű az egész elektronika. Ha amúgy most izzon keresztül használgatom, baj lenne, akkor világítson. Ott a műszer a tápegységnek, az mutatja az áramfelvételt valamennyire, mert ugye az aksikból is egy kicsit dolgozik, de hogy amikor elkezdi meríteni az aksikat, mert veszi az áramot, akkor persze onnan is folyik. Úgyhogy ott is lehet nézni majd, hogy mekkora áramot vesz föl. Pukkant picit a hangszóró, nézzétek, amikor feltöltődik a kondi. Kicsit pukkan a hangszórónk, nagyon jó. És most nagyon kevés az áramfelvételünk, és ezt akartam megmutatni, hogy gyönyörűen lehet álligatni a potméterünkkel a diódákon eső, és így a két bázis közt eső feszültséget. Most 0,97-re állítottam be. Ha eltekerem emelre, akkor 1,3 lesz, ez a diódáknak a maximális rajta eső feszültsége, és ha letekerem nullára, akkor persze össze van kötve a két bázis. Most visszatekerjük egy olyan 1 voltig, ott volt a legjobb, mert hidegen is a tranzisztorokon mérve ilyen 500 millivoltokat lehetett bázis emitter feszültséget mérni, hogy legyen a diódákon is csak annyi. Na most
Én azt nem is néztem, hogy ott remélem látszott, hogy ott is változott az áram felvétel, de szokott. Na most a kimeneti feszültség pedig, nézzük meg, tehát a bejövő az 27,8, tehát annak a fele olyan 14, és a kimenetén is ott a 14, és ezt ezzel a potival, a 220K-ssal azzal lehet álligatni. Ott van, erre eltekerem 16, erre eltekerem, akkor meg megy le a nulla irányába, úgyhogy állítsuk csak be 13,9 körülre. Jó! És itt a féltápunk, tehát bejön 27,8, kimeneten 13,9, és nincsen semmi brummunk, lehet megszólaltatni. És egy egyszerű kis, ilyen pici kis áramkörés. Ja, jó lenne beindulna. Na, mindjárt indul. Erről a feszültségről, távfeszültségről 8 ohmon egy olyan, mindjárt kiszámolom, mennyit lehet tudni. Amúgy ráköthetem a JBL-t is, akkor még hangos is, még nem csak ugrál a kis jószágom, hanem ha én ezt ide mellé kötöm, simán leveszem a kimenetről, nem érdekes, és... Nem egy nagy teljesítmény, de mindjárt kiszámoljuk, hogy mennyi lehet kb. Főleg 8 ohmon. Tehát egy kis egyszerű B-osztály erősítő. Na nézzük, tehát 14 volt, hát annyi biztos nem fog kijönni, de számoljunk, vagy kettővel kevesebbet, 12 csúccsal, osztva 1,41-el, ha ez kimegy a kimenetre, az 8,5 volt, 8 ohmon, eleve ennek a négyzete, szorozva 8,5-tel, egyenlő osztva 8 ohmmal, hát az 9 watt, tehát egy 10 wattot tudhat ez az erősítő 9-10-es csumán, és egy egyszerű ilyen kis kapcsolással, már néhány tranzisztorral, akár ilyen bontottakból is tudtok ilyesmit csinálni, hogyha próbából össze akartok rakni egy ilyen kisebb erősítőt, mondom, akár ilyen légszerelten is meg lehet ezt persze csinálni, vagy akár ilyen look panelba, de ilyen kisebb teljesményigényekre bőven jó. Nagyon érzékeny hangfallal, biztos, hogy hangos lenne, még a fentiekre is látom, akár akarom kötni, de jó volt, mert GBL-en is elég hangos volt. Tehát van az a hangerő, ahol még elviselhető hangja. Tettünk akkor többféle A-osztályú erősítőt, azaz, hogy együtteműt, ellenütemű A-osztályút is, ha úgy nézzük, ezt jól oda tekerem, akkor azt is építettünk, hogy építettünk egy ilyen A-B-B-osztályút is, megmondtam, hogy mi hogy működik rajta, elmondtam, hogy mi hogy működik rajta, a nagyok is pont így működnek, van egy előfokozat, ami az feszültségerősítést végzi benne, és van általában egy olyan teljesítményfokozat innentől hátra, ami már az áramot biztosítja a hangszóró meghajtására, azoknak a részeknek már nincs nagy erősítésük, csak áram van. Tehát mindig így épül fel egy végfokozat, az A-osztályok azok teljesen más világ, főleg ha elektroncsövesről van szó. A többi erősítő osztályról ugye már volt szó a körerősítőm videójában,
Fognak még előkerülni, például PVM-mel, ha majd fogunk foglalkozni, akkor ott egy PVM-es erősítőt is majd bemutatok, és meg tudom mutatni, hogy mi hogy működik benne. Ott azzal vannak még terveim, hogy építek egy ilyen nagyobb, különleges PVM-es erősítőt. A többi erősítővel már annyira nem nagyon akarok foglalkozni, esetleg, hogyha javítósat láttok, abban elmondom, hogy azon mit lehet felfedezni, de legalább az alapok most már megvannak, hogy egy ellenütemű erősítő, egy AB, egy A osztály, egy B osztály mit hogy csinál, mire számíthatunk vele kapcsolatban. Úgyhogy a tranzisztorok felhasználását így most egy kicsit azt mondom, hogy letudtuk, és akkor a lineáris üzemet ebben a néhány videóban kitárgyaltuk. Még a kapcsolóüzem, a tranzisztorok kapcsolóüzeme hátra van, az lesz a következő videóban. Tartsatok velem ott is. Köszönöm, hogy megnéztétek ezeket. Sziasztok!